Én úgy gondolom, hogy jól kezdődött a VB, hiszen kétharmadon keresztül tegnap, ma tegnapi meccsre gondolok, akkor nagyon-nagyon jól játszottunk. Aztán kaptunk egy szerencsétlen gólt, ugyanúgy, ahogy ma is kaptunk két szerencsétlen gólt. De mindahogy tegnap nem tudtunk ebből felállni, azért sokat tanultunk a tegnapi meccsből, megbeszéltük, hogy bármi történik. Ugyanúgy megyünk tovább, mintha mi se történt volna, és csak csináljuk a mi dolgunkat, őrüljük őket, dolgozunk, és ez be is jött, hál' Istennek megmutatta a csapat, hogy képes hátrányból is megfordítani a mérkőzést. Ugye megint sikerült szerencséből gólt lőniük, az első találatba, másodikba kicsit elnéztük magunkat a védekezésbe, de tegnap ugye pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz, és meg lesz az eredménye, így sikerült kemény munkával megvernünk ezt a csapatot. Hogy hozzá kell tenni, egy nagyon jó csapat volt. Egy kicsit izgultunk az elején, de mondtuk a padon, hogy a töpörtyűben több energia van, mint a pizzában, úgyhogy ezt megoldottuk. Ugye volt egy csere, te mentél a második sorba, úgy tűnt, hogy ez jobban működött ma, hogy láttad? Szerintem mind a kettő sorban jó volt. Talán egy kis több energiát juttatunk mindkét sorban, talán ez így jobb volt. Hogy őszintén, hogy nem volt a világ legjobb lövése, úgyhogy tényleg a szurkolók talán kicsit be is lökték azt a korongot. Nyilván minden gól kicsit segít, hogy a meccsen a momentumot egy kicsit variálja. Ez most hál' Istennek nekünk billent a gól után, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy bement, de ennek még jobban, hogy csapatként játszottunk és sikerült győzni. A gólt leszámítva úgy éreztem, hogy azért jól játszottunk, tehát nem volt benne az a meccsben, hogy el tudjanak menni az olaszok. Egy korong úgy pattant, bepattant, ami az erőségünk volt, hogy nem adtuk fel, nem vesztettük el a fókuszt. Egy csapatként küzdöttünk, és meg lett a végén az eredménye. Különösebben nagyon változások nem voltak, inkább az, hogy próbáljunk okosabban játszani, és ne essünk pánikba, mert nálunk nagy divat az, hogy ha valami nem úgy jön, ahogy mi akarjuk, akkor pánik van, és akkor össze-vissza nagy kapkodás. De szerencsére ezt most tudtuk dominálni valamilyen szinten, így jó meccs volt. Miért jön ez a pánik nálatok? Hát ez a pánik, amikor elhagyjuk a korongot, vagy nem oda megy, ahova kéne, és szedjük a fejünket össze-vissza, hogy akkor hoppá, most mit kéne csinálni, és akkor mindenki megy a korongra, és akkor elkerüljük valahogy a korongot. Ezt jelenti. Nem látja az ember a korongot, akkor persze van egy kis druk, mert nem tudja, hogy hirtelen hol kell fordulnia. Ezeken még javítanunk kell, de ahogy a torna folytatódik, úgy fogunk javulni ezekbe. Mondhatjuk, hogy a meccs fordulópontja az volt, amikor 2-1 után tudtunk gyorsan egyenlíteni? Az egyenlítőgól az mindig nagyon jól jön. Igen, egy kicsit úgy gondolom kezdett ez a teher is érződni, hogy nem tudunk betalálni, ugye már eltelt majdnem másfél harmad és egyszer nem tudtunk betalálni. Nagyon sok helyzetünk volt, úgyhogy ez kellett, hogy megtörjön ez a jég, és utána egy picit mindenki elhitte, hogy itt igenis bemegy a korong, és megyünk tovább, és hiába kaptunk két szerencsétlen gólt, megdolgoztunk érte, és sikerült hármat lenni, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Ma megmutattuk, hogy tényleg karaktere van a csapatnak, és vesztett helyzetből visszajöttünk egy igen erős olasz csapat ellen, úgyhogy szerintem ugyanúgy kell menni tovább, magunkra koncentrálni, és akkor szép eredményeket érhetünk el a következő három meccsen. Következő mérkőzésen miben kell még javulnod? Hát ezekben az apróságokban ugyanúgy kevesebb eladott korong, talán ott a védekező harmadban néha egy kicsit kompaktabbak lenni, nem annyira széthúzódni, ilyen apróságokban kell javulni, és tovább vinni ezt a 100% erőbedobást.